A szociális konzultációban 1.140.000 ember vett részt, ennyi kérdőjé érkezett vissza. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő szerint ez a szám azt mutatja, hogy sikeres volt a konzultáció, mert többen vettek részt benne, mint egy általános közvéleménykutatásban. Az egyik legjelentősebb eredménye a felmérésnek, hogy a válaszadók csaknem 97%-a értett egyet azzal, hogy a kormány inkább munkalehetőséggel segítse a munkanélkülieket, mint segélyekkel. Emellett egyetértettek abban is, hogy a segélyek egy részét szükségleti cikkekben, például élelmiszerként kapják meg a rászorulók. A válaszadók több mint 91% a támogatta a védett kor bevezetésének intézményét, ami azt jelenti, hogy 55 éves kor fölött senkit sem lehetne alapos fegyelmi indok nélkül elbocsátani munkahelyéről. 89%-os volt az egyetértés abban, hogy az oktatási rendszernek elsősorban a munkaerőpiaci kereslethez kell igazodnia. A válaszodók több mint fele szerint a nyugdíjazásnál el kell ismerni a gyermeknevelést, de csak abban az esetben, ha valaki megfelelő időtartamú munkaviszonyjal rendelkezik. 66%-os a támogatása annak az elképzelésnek, hogy a deviza alapú lakáshiteleseknek állami segítséget kell nyújtani, hogy ne kerüljenek az utcára. Összességében azt lehet mondani, hogy az emberek nagy része, vagy jó része az úgy gondolkodik, hogy azok a vonalak, amik a, amiket a kormány meghatározott, szociális támogatás, ellátások, segélyezés, nyugdíj témakörbe, egyetértenek ezzel a kormányzati gazdaságpolitikával. Egyébként ezek a gondolatok a normál napi gondolatainkban is ott vannak, mert mindannyian látjuk azokat a anyagi megélhetési problémákat, ami napi szinten van, és mi úgy gondoljuk, ahogy úgy gondoljuk napi szinten az átlagutca embere, hogy munkával kell megélni. És Nem ez az volt az utolsó konzultáció. A kormány továbbra is számít az emberek véleményére, a törvények megalkotásánál figyelembe veszik majd a beérkezett kérdőívek eredményeit.